Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, önök VNTV-t, Vionatura televíziót láthatnak, és nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Váradi Kálmán Csely Zsuzsannát, a Másshang szeretett társalgás adássorozatunkban, ez már a harmadik beszélgetés. Nagyon hálás vagyok, Zsuzsa, hogy eljöttél hozzánk. És ugye azért látszik, hogy ez a mostani világ, ez rezeg, erőteljes energiák vannak, kapjuk fölülről, kapjuk belülről, kapjuk kívülről, mindenhonnan, mintha minden egyfajta újjászületésben, meg akarok változniságban lenne, viszont ez egy hatalmas káoszt is teremt ilyenkor. Ez a káosz alkalmas arra kiválóan, hogy félelemben legyünk, alkalmas arra, hogy olyan dolgokat hajtsunk félelemben, ijedelemből végre, amit egyébként nincs időnk átgondolni, nem tudunk egyfajta tudatosságot, kellő tudatosságot belevinni, nem tudunk rendesen dönteni, mérlegelni dolgokat, nem feltétlenül hozunk ilyenkor jó döntéseket, és látszik az is, hogy ebből nagyon sok mindenkinek ebből a rendszerből, ebből a káoszból kezd elege lenni. És nagyon sokakban felmerül a vágy, úgy érzik, hogy képesek arra, és megvan az erejük arra, hogy átvegyék a kormányt, és egyfajta irányítással, ők majd egy új közösséget hoznak létre, ők majd egy új élhető dolgot hoznak létre. A zavarosban nagyon sokan szeretnének beleülni abban a nem létező trónba, és szeretnélek először téged megkérdezni, hogy hogyan néznek ki szerinted, most akár Magyarországra, ha leszűkítjük, ha van a világról is képed, azt is szívesen elfogadom. Milyen lenne az a világ? Milyen irányítással rendelkezne az a világ, amire te szívesen bíznád a kislányodat? Hát vissza kell térnünk a szakrális rendhez, ami egyben a szerves rend is, tehát az organikus rend is, és úgy gondolom, hogy a magyarságnak van egy különleges kincse, és ez a Szent Korona, ami utat mutat ehhez, ami már említettük, hogy az én magura rendszeremmel analóg az, ami a koronában van kódolva. Tehát ez egy világ kormányzási rend. Tehát egy világ kormányzati rendszer van kódolva a mi Szent Koronánkban. Ehhez kéne visszatérni. Ugye ezt a, hál' Istennek az ébredező magyarok, meg Magyarország azért pedzegetik, hogy a Szent Korona, meg a Szent Koronatan, meg a Szent Korona rend, hála Istennek, és azért ennek már nagyon nagy tudománya van. Nagyon régóta, nagyon komoly emberek kutatják ezt, és azért ez úgy alapjaiban le van téve az asztalra, hogy ez mi ez a Szent Korona. Ahhoz, hogy királyság legyen, ahhoz elsősorban egy királyra van szükség. Tehát lehet mondani, hogy majd a Szent Korona, de mindig is volt egy ember, aki a király volt. Tehát, hogy a hierarchia amúgy egy természetes rend. Nem úgy, ahogy mondjuk, amit a szabadkőbőseknél van, az egy másfajta hatalmi hierarchia, de egyébként teljesen a szakrális alapján építették fel jelen sötét világbirodalmat is, szakrális rendszerek, szakrális elvek, szakrális kódok alapján. Tehát, hogy van annak valóság alapja, hogy hierarchia van, de ez más oldalról nézve egyébként egy kör, tehát hogy egy közösség, az alapvetően körben áll, és fogjuk egymás kezét, és senki nem különb a másiknál, csak mindenkinek kicsit más a dolga. És vannak emberek, akiknek ez a dolga, vannak emberek, akiknek az a dolga. A probléma az, hogy ebben a világban általában senki nincs a helyén, és senki nem azt csinálja, amit egyébként kéne csinálnia.
Tehát azt kéne, hogy mindenki megtalálja azt a helyet, ami, ahol jól érzi magát, és amire indítatása van, és amire predestinálva van, mondjuk úgy. Tehát, hogy a valódi helyét, ami kívülbelül úgy érzem, hogy na, ez az én helyem. És hát egy királyságban azért királyra mindig is szükség volt, és egyébként a jelen királyságokkal ellentétben a szakrális királyság, meg a királyi szerep, vagy a vezető szerep, az nem egy privilegizált szerep, a legnagyobb szolgáló volt mindig a szakrális király. Mi? Az a legnagyobb szolgálat. Hiszen az nem pompázik ott, mondjuk, mint egy angol királyi család, vagy a Habsburgok, vagy ezek az újabb arisztokrácia, akik semmi máshoz nem értenek, mint belefogni a pezsgős poharat, és tündökölni. Tehát nem erről szól a szakrális vezetés, és a szakrális arisztokrácia, mondjuk úgy. Az egy kőkemény szolgálat, és ott már felsőbb világokkal kell kommunikálni, és az emberiséget képviselni felsőbb szinten, és felelősséget vállalni az emberiség összes szarjáért, cuccáért, mindenért. Magára veszi a szakrális uralkodó, mint Krisztus, minden szenvedését, minden bűnét. Tehát, hogy az egy egészen más világ és más valóság, mint a jelen királyságok, meg a jelen uralkodói elitek, meg a uralkodói rendszerek. De hogy szükség van arra, hogy visszaállítsuk az eredetit, a szakrálist, és szükség van szakrális vezetőségre is, akik beavatottak. És hát ugye nagyon sokan vannak, akik az ébredők között is magukat vezetőknek gondolják, van, aki erre alkalmas is, de elég nagy a káosz, hogy emberek minek gondolják magukat, nevezik ki magukat, stb. De ugye én azt gondoltam ki, hogy azért ennek van egy feltételrendszere. Szerintem az első az, hogy honnan jössz. Tehát muszáj az embernek saját pedigréjével tisztában lenni a vérvonalammal. Kik a felmenőim? Mert az ember nem csak úgy ide pottyan, hanem van egy vérség, és ezt a régi ember pontosan tudta, és még ma is bizonyos körök pontosan tudják, hogy a vérség az egy nagyon komolyan veendő dolog, mert az meghatároz engem nagyon-nagyon nagy részben, hogy kik az őseim, mivel foglalkoztak az őseim. Mondjuk az én őseim egyébként többnyire keresztény, magyar, nemesi értelmiségiek voltak, akik mindig segítők voltak. Tehát, hogy én nem véletlenül én is azt csinálom, amit csinálok, a szellemi elithez tartoztak tanítók. Tanítók és gyógyítók voltak a felmenőim. Tehát nyilvánvaló, hogy akkor bennem is ez valószínűleg, tehát ez nem úgy van, hogy ez egy kasztrendszer, és akkor én nem lehetek akármi, meg nem lehetek valami tök más, előfordulhat az is. De azért nagyon erősen meghatározza az embert azt, hogy honnan jött. Az őseink bennünk dübörögnek, és amivel ők foglalkoztak, azt mi visszük tovább. És jó esetben ez hatványozódik, hiszen ahova eljutott az én nagyanyám, anyám, azt én tudom továbbvinni, annál nagyobb erővel, annál jobban tudok segíteni, annál tovább tudom az egészet vinni. Tehát egyrészt a vérség. Vér vízzé nem válik. És heted íziglen kéne ismernünk a felmenőinket, és heted íziglen kéne villantani a felmenőinket. Tehát azt, hogy ide állok, és azt mondom, hogy én vagyok a nem tudom kicsoda, és akkor hol vannak a felmenők, lássuk, és hogyha ott áll az egész, akkor tudod valakiről megmondani, hogy ki ő valójában. Tehát egy ilyen szellemképet kéne tudni alkotni, hogy én és a családom. Amiben egyébként, hogyha még nagyobb képet akarunk látni, akkor a nemzetem is benne van. Hogy honnan jövök. Mert aki nem tudja, hogy honnan jön, az annak fogalma nem lehet, hogy hova megy, hova tart. Tehát egyrészt a felmenők, a család indítatás, ami meghatározza az embert, és amit meg kell vizsgálni egy olyan kérdésben is, hogy mit tudom én, ki legyen Magyarország királya. Egy. Kettő, hogy kell, hogy legyen egy munkásság, amit lerak az asztalra. Mivel foglalkozik, mire jött rá, mit segített, mit tett letenni az asztalra. Egy önéletrajzot.
keveredtem én már konfliktusba ébredett emberekkel is. És egy ilyen ego párbaj lett belőle, hogy de én is, de nekem meg nem tudom hány diplomám van, meg nem. Le kell tenni az asztalra, és nem ego. Mit értél el? Mit tudsz nyújtani? Mi van benned? Mert csak úgy bárki mond bármit, hát pontosan ezért tartott a világ, ahol tart, hogy bárki azt mondja magára, hogy én vagyok a izé, és akkor jó, elhisszük neki. Meg influencerek, tehát kik a elvilág influencerei? Senkik. Sőt, annál még rosszabb is. Tehát, hogy a munkásság, amit letesz az ember az asztalra, ez a második feltétele annak, hogy tudjuk, hogy kivel állunk szembe, vagy nem szem, jó esetben ki az, aki mellettünk áll. És a harmadik meg az élet. Az életpálya, az életminta, hogy hogyan élsz. Ilyenből is van rengeteg önjelölt, akinek kicsit megkapargatod az életét. Ja, hogy tönkretettél már nem tudom hány feleséget, meg nem tudom, kingázoltál keresztül, meg hogy nevelted a gyerekedet, vagy nincs is, vagy egy merő szutyok az élete. Tehát, hogy az is, hogy hogyan élsz, ez is átvilágítható kell, hogy legyen. És szerintem ez a három kritérium az, ami úgy nagyjából körül rajzolja azt, hogy ki vagy te. Úgyhogy szerintem ezeket kéne vizsgálni, és igenis szükség van királyra, mert ahhoz, hogy képviseljük mondjuk saját magunkat, a magyarságot, ahhoz szükség van egy emberre, aki azt mondja, hogy én tudom képviselni a magyarságot, a világ fele. És ugyanígy a nagyobb egységekbe, meg kisebb egységekbe is, tehát hogy minden szinten ennek létre kéne jönnie. De ezt már egyfajta tiszta magerő révén, tehát a forrás itt már a mag kellene, hogy legyen, tehát akkor tudnánk, csak akkor tudnánk érdemi szintet ugrani, dimenziót ugrani, hogyha az a mag szerkezet, a magura, az érvényesülne a jövőben, mert az összes többi, az ugyanúgy egy maszatolás, az ugyanúgy egy mostani világnak, a mostani eltorzult világunknak egy másik eltorzult verziója lenne csak. Jól látom ezt? Igen, abszolút. Igen, igen, igen. Tisztázni ezeket a dolgokat. Van olyan szerinted, aki megszületett már, és alkalmas lenne erre a királyságra? Akkor neked van már azért ebben? Rákérdezhetek, te vagy ez? Nem mondok semmit, de már nagyon sokat gondolkoztam, és én nagyon szívesen mutatnék másra, hogy na, szerintem ő tök alkalmas, és voltak ilyen időszakaim, amikor azt gondoltam, hogy ez vagy az alkalmas. Igen. De egy kicsit egyébként olyan, mint a... Egyébként egy csomó ilyen fantasy film, meg regény van, ami rengeteg igazságot tartalmaz, nem? Tehát a gyűrűk ura tel is tele van utalásokkal. Ezeket imádom, amikor megindul az erdő, hát ez a kedvencem. Tehát én várom, hogy az erdők meginduljanak, és letegyék a voksukat a mellett, az emberiség mellett, amely az erdőkkel szövetséget akar kötni. A természetes ember mellett. Akkor de most e tekintetben a Karib-tenger kalózaira gondoltam, tudod, amikor a kalóz királyt kell megválasztani, és mindenki magára szavaz. És elég hozzá egy ember, aki nem magára szavaz, hanem máshol, akire, na, annak már két voksa van, és akkor az lesz, és akkor persze a csaj lesz. De szerintem amúgy, hogyha szakrális királysághoz térünk vissza, akkor biztos, hogy nőnek kell lenni. Női minőségnek. Azt már elkezdtünk arról beszélni, hogy mennyi ébredőt ismerünk, hát nyilván rengeteget ismertek ti is, meg sok mindenki jár itt. Én is sok mindenkit ismerek, és van egy szívemnek nagyon-nagyon kedves pár szegediek. És aztán az ő egyik könyvükbe lecsatornáztak nagyon sok mindent, és ők mondták azt, hogy az az igazi király, aki leginkább hasonló egy anyához. És tehát, hogy akinek a szívébe van mindenki, és nem kívülálló, nem, egy anya nem hatalmaskodni akar, hanem gondoskodni. És ezért egy nő alkalmasabb is egy ilyen ultragondoskodó szerepre. Hát a lecke fel van adva, Zsuzsanna. Én azt szeretném még tőled kérdezni, hogy ezért te is
nagyon komoly családkutatásba kezdtél, de elmondod, hogy mit találtál? Hogyne. Hát ez fantasztikus dolog ez a családkutatás, és mindenkinek egyébként javaslom, mert amellett, hogy nyilván rengeteg trauma meg minden van, szerintem ennél sokkal érdekesebb az, hogy milyen kincsek vannak minden család mélyén, milyen értékek, és mindenhol, minden családban vannak kiemelkedően brilliáns emberek, meg olyan vonalak, látók, meg különleges érzékelésű és hatású családtagok, és szerintem azokra kell fókuszálni. Tehát most nagyon sok önvizsgálatot tartottunk, meg dolgozunk magunkon, meg családállítás, meg minden, meg trauma, elemzés, meg nem tudom. Én is csinálom ezt folyamatosan, de hogy ennél sokkal előbbre mutat azt, hogy kik azok a pozitív példák a múltunkban és a családunkban, akik tudnak nekünk effektíve segíteni. És akkor ugye már említettem a korábbi beszélgetésünkben, hogy édesanyám 12 éve meghalt, és ez nekem egy óriási törés, az életem nagy traumája volt, tehát ott derékba tört az életem. Ugye ez annyira váratlan volt, és akkor én az ő egész életművét, meg a családnevét is magamra vettem, de nem elégedtem meg azzal, amit a család úgy általában tudott a régmúltról, hanem tovább kutattam. Egyébként Kálmáncsei alapítvány volt is, nagymamám csinálta, de az még egy ilyen viszonylag frissebb vonalával dolgozott a családnak. Magyarország egyik első nagy reformátora Kálmáncsei Sánta Márton volt, egy fantasztikus figura, és akkor neki csináltak egy alapítványt, ő viszonylag ismertebb. De hogy engem jobban érdekelt az egy generációval korábbani Kálmáncsei vonal, és ott volt egy figura, Kálmáncsei Domonkos, aki Mátyás királynak a főpapja volt. És akkor elkezdtem ezt kutatni, és teljesen beleástam magam, és hát olyan szinten berántott, hogy szerintem én őtől le, még az is lehet, hogy ezt a magu elméletet is tőle kaptam. Mert hogy ez ugye egy időben történt, ugye elkezdtem foglalkozni a kálmáncsei vérvonal, vagy a családi vonallal, meg a magelmélettel, szóval még az is lehet, hogy közvetlenül tőle jön egy csomó tudás, amit én itt szépen lehoztam, meg leírogattam az elmúlt évek során. A Kálmáncsei Domonkosról érdemes beszélni, mert Mátyás főpapja volt, Fehérvár nagypréposztja. Ő temette el Mátyás királyt. Nagyon fiatalon egy hatalmas karriert futott be, szakrális értelemben karriert, szóval, hogy nagyon magasra emelte őt Mátyás, meg hát nyilván a saját lelke, de hogy Mátyásnak szerintem ő egészen korai időktől fogva volt a spirituális uralkodótársa. És 42 éves korában lett Fehérvár főpapja. Erről is érdemes beszélni, hogy milyen Fehérvár. Azt is kikutattam, hogy hát ez a Fehérvár az egészen biztos nem a jelenlegi Székesfehérvár, és az is megvan, hogy hol lehetett az a Fehérvár, teljesen le lett rombolva porig, még az emléke is el lett tüntetve, hogy hol volt a magyarságnak a szakrális központja, az egész Kárpát-Magyarországnak a szakrális központja nincs meg. Tehát, hogy egy néplélek szempontjából ez mit jelent, azért ez nagyon komoly. Ez megint csak olyan, mint amiről már beszéltünk, hogy az identitásunkat, a finnugor, meg az egyéb, meg a majomtól származunk. Na ez ugyanaz, hogy a szakrális központunkat elvették tőlünk, hogy még csak ne is emlékezzünk rá, hogy hol volt Fehérvár, ami nyilvánvalóan egy világcsodája volt, a Fehérváros, a pálosok fővárosa. Na és ennek volt a főpapja, ez a Kálmáncsei Domonkos, aki a leírások szerint Bonfin is, meg csomó többen leírják, hogy egy gyönyörű ember volt, csodálatos hangja volt, csodálatosan megnyerő személyisége volt,
fantasztikus diplomata volt Mátyás, és egy csomó esetben őt küldte jobbra meg balra meggyőzni embereket, még a császárhoz is. Szóval egy rendkívüli ember volt, és az egész élete másból állt, mint a szolgálatból. Egyébként ez is érdekes, hogy mennyiben különbözött az akkori ember a mostanitól, hogy valószínűleg akkor sokkal kevésbé volt individuális az élet, és sokkal inkább a szolgálatról szólt, meg egy kollektívebb lelkületről. Szóval, hogy ez az 500 évvel ezelőtti ősöm, ez teljes egészében a szolgálatnak élt, és sok mindent lehetne róla még mondani. Egy hatalmas könyvtárat hozott létre Fehérváron. A fehérvári könyvtár ez egy nagyon, nagyon híres volt. Szétlopták persze. Nagy része valószínűleg a Vatikánba landolt. Egy csomó belőle a világ különböző könyvtáraiban van. Ki tudja, hol négyről tudunk összvisz. Gondolj be, hogy egy egész hatalmas könyvtár, és összesen 4 kódexről tudunk, hogy hol van. 3 külföldön, 1 van Magyarországon. Kutatgatják, de olyan nagyon nem mennek belemenni, mert rendkívüli kódok vannak benne. Tehát ahogy ez a Kálmencsei Domonkos is egy rendkívüli ember volt, rendkívüliek a könyvei is, tehát a reneszánsz csodái ezek a főpapi kódexek, és ez, ami Magyarországon a Széchenyi könyvtárban, csak ebbe én 2 olyan alapvető kulcsot fedeztem föl, ami egészen más távlatokat nyit a magyarság szempontjából is, meg egyébként az emberiség szempontjából is. Az egyik az a címere, a Domonkosnak a főpapi címere. Ez egy reneszánsz címer, egyébként magamra varrattam. Itt a tetoválás. Tehát ez a főpapi címere, és ha ezt megfejtjük a kódjait, akkor az ősi mágus papkirályoknak a címerét kapod meg. Tehát egy süveg, egy oroszlán, meg egy 8-ágú csillag. A süveget megfordítod, az oroszlán az a napszimbólum, annak lefordítod az a napkereszt, a 8-ágú csillag pedig ugye a szűzanya, a Vénusz csillag. És akkor ez az összes ősi kultúrában a mágus papkirályoknak volt a címere. És egy az egyben ugyanez, mint a Domonkos. Tehát Domonkos valószínűleg tudta, hogy ő ősi papkirályi vonalat visz tovább. Hogy vérvonalat-e, azt nem tudom, de szellemileg, lelkileg ő ezt a hagyományt vitte tovább, a mágus papkirályoknak a hagyományát. És ez egy középkori kódexben kódolva van, amikor már rég nem beszéltek Káldeus, meg Maja, meg nem tudom, ilyenekről, de hogy ennek most már nyoma, tehát ezért is fantasztikus ez a jelen ébredésünk, mert annyi információ van, hogy meg van dokumentálva, itt van bizonyíték, tehát egy 500 évvel korábbi főpapi címer egy az egybe ugyanaz, mint a több ezer évre, meg több tízezer évre visszamenő mágus papkirályoknak a hagyatéka. És akkor a legszebb, hogy még ennél is van tovább, mert ez ugyanaz, megint csak mutatom, itt legalul, ez meg Mú címere. Mú, ami magyarságnak is, de az egész emberiségnek az őshazája, amiről ugye a hivatalos tankönyvben nem is lehet tudni, nem is létezik. Tehát, hogy ilyen durván messzire vezet vissza ez az 500 évvel ezelőtti címer, és nyilván ő ennek a szellemiségét vitte tovább, tehát Mátyás korában, 500 évvel ezelőtt még élt annak az emléke, hogy mágus papkirályság és Mú, ami a globális emberiség, a kollektív emberi tudatosság, magas tudatosságnak a hagyatéka. Tehát itt erről van szó. És az én ősöm ezt vitte akkoriban. Hát egyébként nyilván, mert hogy Mátyás is egy óriási mágus király volt. És valahogy nekem az az érzésem, hogy köztük volt egy ilyen nagyon érdekes szövetség, hogy a Kálmencsei volt a láthatatlan, mert hogyha mindezt ezt kódolni kellett, mert ha kiderült volna, őt is kinyírják, ahogy Mátyást. Tehát már 500 évvel ezelőtt se lehetett semmit kimondani, ápertén, mint ahogy most se lehet, helyek közel.
De tehát, hogy kódolni kellett információkat, és ő ezt a címerében kódolva őrizte ezt a hihetetlen ősiséget. Na ez az egyik kód, amit találtam a kódexében, a másik titkos jelkép pedig a karácsonyi liturgiánál, tehát ez a kódex, ami a Széchenyi könyvtárban van, hét lakat alatt őrizve, és nincs rendesen kikutatva, csak kutatgatják, úgy nagyon finoman, de nem nagyon szabad radikálisan kimondani, meg látni dolgokat. Van egy olyan kép a karácsonyi liturgiánál, hogy az élet kútjának peremén két anyaszült mesztelen pár szeretkezik. Na most egy római katolikus főpapi kódexben mikor lesz ilyet? Soha. Tehát ez nem római katolikus vallás. És itt van a bizonyíték. A Széchenyi könyvtárban őrzik a bizonyítékát annak, hogy 500 évvel ezelőtt a magyar vallás az nem római katolikus vallás volt, hanem valami egész más, hogy a pálosok valami olyan ősi, tantrikus, tehát ez tantrikus, ez az ábra, amit mondok, és nem a szexről szól, és nem arról szól, hogy eltörölni a cölibátust, persze azt is, de ez egy mágikus, misztikus fényvallásnak a lenyomata, és a bizonyítéka. Ilyen kincseink vannak, tehát ha a magyarság erre fölébredne, hogy egy ilyenünk van, és felmutatni, hogy miről van szó, és akkor a Vatikán mondja meg, hogy hány óra, mikor az ősi vallás, ez valami teljesen más volt. Egy fényvallás. Szóval ennek a bizonyítékát is megtaláltam a Kálmán-Csehi kódexében, és hát ez önmagában is egyébként elég lenne, de nem elég, mert még tovább lehet menni. És akkor így jött ez a legutolsó nagy reveláció csomag, hogy az 500 évvel ezelőtti helyzetben, ugye reneszánsz, hogy a két reneszánsz festő óriás, Leonardo és Botticelli, nek miköze is volt Magyarországhoz, miket tudtak, miket láttak, és miket kódoltak ők is. Az egyik a Leonardo. Leonardo a festészetről írott traktátusában hosszasan elemzi azt, hogy Mátyás király, amikor, de így szó szerint, Mátyás király, amikor a születésnapján fölment hozzá a festő, és bemutatta a festményét, és fölment hozzá a költő, bemutatta a költeményét, akkor Mátyás király hogyan reagált erre? És hosszasan írja, senki másról nem ír benne ebbe a traktátusba a Leonardo, csak Mátyás királyról, és úgy beszél Mátyás, a mi Mátyás királyunkról, mint az etalon. A szellemiség etalonja. Mert Mátyás ezt mondta, Mátyás azt mondta, és úgy hivatkozik rá, mint legmagasabb szaktekintélyre. És egyébként az angol fordításban ez nincs benne, megkerestem, és abból kihagyták ezt a Mátyás királyos részt. De szerencsére nekem megvan a magyar kiadású Leonardo a festészetről, és abban benne van. Hosszasan ecseteli azt, hogy Mátyás mekkora szaktekintély volt. Ugye Leonardo a zseni, hát ugye mindenki úgy tartja. Na de Leonardo a zseni, Mátyás király tartotta a zseninek. Tehát csak a mi eztártás véget. Hogy ugye ez is egy vetülete. Na és akkor van Leonardónak egy képe, a mágusok imádása, a szűzanyához megy a három mágus király, és van egy restaurált kép, és most restaurálták az egyik mágus királynak a fejét, amelyik meg volt roncsolva, és hát egyértelműen a Mátyást ábrázolja. Tökéletesen az a profil, minden. Úgyhogy Leonardo megfestette Mátyást, egyébként, és akkor egy csomó minden jött, hogy ja, egyébként Leonardo festette egy másik képet is Mátyásnak, meg a Leonardo mestere Verrocchio is csinált Mátyásnak, tehát, hogy itt az egész reneszánsznak a nagyjai, azok Mátyás király elé járultak a hatalmas munkáikkal, tiszteletüket tévén a nagy király előtt. És akkor addig-addig gondolkoztam ezen, míg aztán így lejött az is, hogy hát akkor a Leonardo főműve, a Mona Lisa, az akkor nem az aragóniai Beatrixot ábrázolja, aki, mint tudjuk, Mátyás gyilkosa volt? És teljesen összeáll az egész. Hogy 1495 ugye meghal a nagy király, és egyébként ott kezdődött az igazi Kali Yuga, tehát hogy ez egy világtörténelmi esemény, hogy Mátyás király meghal.
és nem magától halt meg. Ez egy nagy kamu. Megölték. Aragóniai Beatrix kém volt, be volt építve, jelentett a Habsburg császárnak, és éveken keresztül mérgezte a királyt. És aztán 1490-ben volt ez a világpolitikai helyzet, hogy el kellett Mátyást tenni lábalul, mert már majdnem Európa királya lett, mert majdnem német-római császár lett, tényleg egy lépés választotta volna, és egyébként joggal lett volna Mátyás német-római császár. Pláne, hogyha azt veszük, hogy Zsigmondnak volt az unokája, valószínűleg természetes. Aragóniai Beatrix kinyírta, majd hazasonfordált, mert persze aztán Mór megtette kötelességét, Mór mehet, és kirúgták a Habsburgok a Beatrixot, és hazament, és 13 évvel a Mátyás halála után, 1503-ban festette meg a Mona Lisa című képet. La Gioconda, így jobb, hogyha így nevezzük, mert nem Mona Lisa, hanem a Gioconda az a vidám, a mosolygó gyilkos. A Mona Lisa a mosolygó gyilkos. És ha jobban megnézed, így kezd összeállni, hogy ú, de durva, tényleg. Az a gonosz tekret, hogy tényleg ez egy szipírtyó, ez egy bestia. Egy bestia, aki 13 évvel, ugye a számuk is nagyon fontosak, a 13-as, ugye a Jézus megfestése kapcsán is kulcs volt Leonardo szempontjából. Tehát, hogy egy igazi zseni, mint Leonardo, nem csak úgy festeget, meg a, nem tudom, hát akkor valami nőcitnek hány szerető, nem. Tehát, hogy sokkal mélyebb dolgokat kell, hogy megfesteni egy zseni. Ott világtörténelmi dolgokról van szó. És világtörténelmi nagy igazságokat kódol. És kódolni kellett, mert már akkor is ugye volt a nem csak gondolatrendőrség volt, hanem elpusztították volna a képét, ha ráírja, hogy ez itten Mátyás király gyilkosa, Aragóniai Beatrix, hát létre se jöhetett volna. De hogy elrejtette az igazságot, a történelmi igazságot. És akkor a háttérben ott a sötét erők, ahogy kavarognak, ugye, ami a Aragóniai Beatrixnak a háttere volt, ez a hihetetlen szövevényes, sötét hálózat, ami most is megvan, és már a 500 évvel ezelőtt is megvolt, hát ugye ma hát tökélyre fejlesztették ugyanezt megmérgezni, sőt, hát most már csapból is a méreg folyik. De hogy ugyanazok a módszerek voltak, ugyanaz az erő, ugyanaz a szerveződés, meg volt már 500 évvel korábban. Úgyhogy ez lett a reneszánsz kutatás, és akkor még tovább tudok menni, mert még Botticelli is van, aki szintén nagyon erősen kötődik Magyarországhoz, hiszen Prokop Mária, a professzorasszony azt elég világosan bebizonyította, hogy az Esztergomban ugye Vitéz Jánosnak a dolgozó szobájában a négy erény az Botticelli első munkája. Tehát, hogy olyan emberekről beszélünk, hogy Leonardo Botticelli, mindenki ismeri őket, mindenki hatalmasra tartja. De az, hogy Leonardo számára Mátyás volt az etalon, Botticelli meg az egész karrierjét Magyarországon kezdte, ezt senki nem tudja. Tehát, hogy nekünk ez egy óriási, de hát ez egy igazi reneszánsz ezekre így rájönni. Tehát Botticelli is 1000 szállal kötött Magyarországhoz, itt kezdte a karrierjét, és ott ő is rengeteg mindent kódolt. Én megtalálni véltem azt, hogy ő a Kálmán-Csédo Monkost megfestette. Tehát, hogyha volt egy ilyen főpap, aki egy rendkívüli ember, akkor Botticelli, aki itt volt Magyarországon éveken keresztül, nyilván ismerte, mert Kálmán-Csédo már akkor is Fehérvár ott volt. Valószínűleg megfestette. Erre a magmag.org című honlapomon térek ki részletesen, és most megvan, most ezt is leírtam, 200 oldalba megvan az egész, ki van dolgozva. Tehát, hogy hogyan kerül egy Kálmán-Csédo Monkos nevű magyar főpap egy Botticelli képre, és hogy ott is mi minden van elrejtve, a Medici aranytól kezdve, a szűzanya kultuszig, egy csomó minden kódolva van ezen a képen is, meg hogy hol volt a Fehérvár valójában, ez is kódolva van. De ezen túl, hogy egy ilyen lájtosabb végkifejletet adjak az egésznek, hogy
Mindenki ismeri a Vénusz születését, és mindenkinek a nagy kedvence. És hogy az a lány, akit ott megfestett, a Simonetta Vespucci, mindenki ismeri, ez beazonosítható, az egyértelmű, hogy ő kicsoda. De hogy az se egy egyszerű történet, és egyébként valószínűleg összefüggésben van magyar szálakkal, de most erre megint csak nem akarok kitérni, de hogy a Simonetta Vespucci halála is egy gyilkosságnak köszönhető, és ezt megint csak kihagyják a krónikák, azt mondják, hogy ő is betegségben meghalt, mint Mátyás. Persze, nem. Ez a lány, aki a Botticellinek a múzsája volt, és akit egész életében a halála után, a lány halála után egész életében őt festette, minden, szinte minden Madonna képen ő köszön vissza. Ő végülis egy mártír volt, 22 éves korában meghalt, és nagyon úgy néz ki, hogy egy Medici ölte meg. Akit aztán 2 évvel később egy vendetta, ez már a saját kutatása, meg a saját konklúzióm, egy vendetta során kinyírtak, a firenzei nemesség fellázadt a mediciek ellen, akik magukat kinevezték Firenze vezetőinek, de hát ők bankárok voltak. Ők nem nagyszerű nemes emberek voltak, hanem ők egy mocskos bankármafia egyik kis család klánja voltak. Egy hatalmas konspirációnak az egyik része. És az egyik Medici ölte meg ezt a lányt, akit mi Vénuszként csodálunk. És ezt megint csak nem lehet tudni, mert el van tusolva, de pontosan, napra pontosan 2 évvel később történt ez a vendetta, ráadásul a Duomo-ban, Firenzében, a nagy katedrálisban, kivégezték, tulajdonképpen egy rituális vendetta történt, egy bosszú, vérbosszú, melynek során a firenzei nemesség föllázott a mediciek ellen, és megölték ezt a fiút, aki a lánynak a gyilkosa volt. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon durva dolgok történtek, lettek eltussolva, és derülnek most ki. És mindez valahogy összefügg a mi történelmünkkel. És akkor még végső zárszóként, hogy ugye 1990-ben meghalt a nagykirály, kirabolták a kincstárunkat, ugye jött Fortunatus, ő lett a kincstárnok, és kisöpörték a magyar kincstárat. Egyébként Magyarország 500 évvel ezelőtt még Európa number one vezető hatalma volt. Katonailag, gazdaságilag, szellemileg, spirituálisan. Első számú. Tehát ahhoz képest, hogy most mi kullogunk Brüsszel után, tehát a farok csóválja a kutyát. 500 évvel ezelőtt vezető nagyhatalom volt a Kárpát-haza, és nem csak a magyarság, hanem mindazok a népek, akik a Kárpát-hazába éltek. Egyébként van arról információm, hogy nagyon boldogok lennének egyes kisebbségek a Kárpát-hazában, hogyha visszatérhetnének a korona alá a magyarsággal együtt. Tehát, hogy ez egy járható út, és ez egy perspektivikus, valós lehetőség, hogy visszatérni a Szent Koronához és a Szent Korona országához, és visszavindikálni magunknak azt a kitüntetett helyzetet, ami a 500 évvel ezelőtt még megvolt, amikor térden állva jöttek a mediciek Mátyás király elé, járulva hozták a Leonardo képet tiszteletük jeléül. Szóval kisöpörték ugye a kincstárat, mindent elvittek, és 2 évvel később, ja, és a pálosoknak a térképeit, ugye hát a pálosok nyilvánvalóan, ez is egy világhálózat volt, az ősi mágus papok egészen bizonyosan, és hogy ez dokumentálva is volt, és hogy tudatosan tudtak egymásról régen ezek a különböző népek. Egyáltalán nem voltak elszigetelve, és nem csak a látóképességeinken keresztül, ami hát nyilvánvaló, hogy a látók azok érzékelik egymást, de hogy fizikai valóságukban is találkoztak, kapcsolatban voltak. Hát ugye most nem megyünk vissza Attilához, hogy eurázsiai hatalmas birodalom volt, és voltak gyűlések, és összejártak megtanácskozni a dolgokat fizikailag is. De ugyanez ugye szakrális szinten, globálisan én abszolút hiszek ebben, hogy ez volt. Tehát ugye a pálosoknak voltak térképeik, és
minden bizonnyal a magyar kincstárból kisöpört arannyal és a pálosok ellopott térképeivel felszerelkezve Mátyás halála után 2 évvel elindultak a hajók Amerika fele. Nem lehet nem oksági összefüggés látni a kettő között. Tehát szürreális, és akkor most látjuk Amerikát, amelyik itt óbégat, és tudjuk, hogy ez a mi zsebünkből jött létre. Tehát, hogy döbbenetes nagy igazságok vannak itt. És igazából mind a mellett, hogy nagyon sok tragédia, meg rémtett, meg izért, tehát alapvetően ez a mostani korszak egy ilyen örömteli, újra egymásra találás kéne, hogy legyen. És ennek mindenki kéne, hogy örüljön, hiszen a hazugságból felszabadulni, az mindenkinek érdeke. Úgyhogy szerintem ez a magyarságnak a küldetés, hogy magunkra találjunk, megtaláljuk önmagunkat, megtaláljuk a gyökereinket, magunkat, egységbe rendeződjünk, és ezt prezentálni, felmutatni a világ fele, hogy tessék, ez a ti kulcsotok is, a ti önazonosságotokhoz is, sőt mi. És akkor végszó, hogy szerintem a magyarság messiási tudatú és küldetésű nép, és ezért úgy kéne hívni, hogy missiás. Tehát egy kollektív messianizmus van, hogy kollektíven kell ebbe beleállnunk, és nem kiemelt emberek, mind a mellett, hogy van egy rendszer, ahol mindenki meg kell találja a helyét, de hogy kollektíven kéne, és kollektíven gondolkodni, hogy ami neked fáj, az nekem is fáj, ezért azt akarom, hogy neked se fájjon. Ezt kéne a magyarságnak most felmutatni. Hát fantasztikus egyébként így hallgatni is. Nagy tanulságok vannak ebben többek között, hogy az ősök is igazából nem tartották meg azokat a tudásokat, titkokat, amiket tudtak, hanem ugye akár egy festmény formájában azért itt hagyták örökségül. És mennyire csodálatos, hogy eljött az a kor, amikor a tudat fénye megvilágíthatja ezeket, és lehet, hogy eltelt annyi idő, hogy most már úgy tudjunk ezekről beszélni, úgy tudjuk ezek által elveszített energiákat visszakapni, hogy békében, szeretetben, örömben, üdvözülésben, és amit valamelyik beszélgetésben mondtál, hogy hiszel abban, hogy itt újra tudja rendezni magát, ki tudja javítani önmagát, minden hiba. Hiszen ugye, ami hibaként megjelenik ebben a teremtett rendszerben, annak ott van a megoldó kulcsa is mindig, bárhonnan származott, bármilyen szándékkal származott. Úgyhogy hát csodálatos, amit feltártál. Reméljük, hogy ez most szárnyakra kap, ezek az energiák képesek arra, hogy mindenhol kiigazítsák az energiákat, a tudást, minden a helyére kerül szép lassan, ne legyünk türelmetlenek. Ezek már azért nagy dolgok szerintem, amiket itt te is fel tudtál tárni munkád gyümölcseként. Én nagyon sok sikert kívánok neked a továbbiakban is, legyen áldott minden tevékenységed, az életed. Ne csak abban tud örömödet lelni majd, hogy mennyit dolgozol, és a munkának van egy öröme, hanem legyen élhető és könnyed most már ez a világ is, ezen a szeretetteljes találkozáson és kapcsolódásokon keresztül. Ezt kívánom én is, és kívánom, hogy mindenki megtalálja a magát, és a kollektív magunkat. Igen, van víziónk, az a jó, hogy van víziónk, kell, hogy legyen, és hogyha van, akkor az visz előre, és azt tudjuk megvalósítani, ha van víziónk, I have a vision, vagy I have a dream, igen, a Kennedy, egy álmom, de nekem nem álmom van, nekem nem csak álom, ez egy látomás, és ezt kell megvalósítani. Én meg azt kívánom, hogy nagyon sokáig voltunk sötétségben, mélységben, megszoktuk azt, megtanultuk kezelni, ugyanilyen szinten tudjuk elfogadni innentől kezdve a jót, az őseink segítségét elfogadni, amik felemelnek, hogy ne csak a traumákra figyeljünk, hogy ne csak abban a megszokott szenvedésben dagonyázhassunk tovább, hogy
hogy tudjunk egyre többet és többet elfogadni a fényből, a szeretetből, a jóságból is. Köszönöm szépen, Zsuzsanna. Én is köszönöm a meghívást, minden jót nektek. Nagyon szépen köszönjük önöknek is, kedves nézőink, a megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a VNTV YouTube csatornáján láthatják. Viszontlátásra. Thank you.